Bonyhádon 1998 óta hagyomány, hogy a helyi felvidéki közösség tagjai pünköskor lerúlják tiszteletüket azelőtt, mint egy 76 ezer magyar előtt, akiket a II. Világháborút követő csehszlovák-magyar lakosság csere során űztek el otthonaikból. Ide Bonyhádra, Bonyhád környékére is nagyon sok felvidéki magyar család került a 40-es évek második felében. Ez egy olyan történelmi esemény volt, amely az akkori II. Világháború népesség mozgásoknak az egyik része volt, de az ottani magyar embereket büntették ezzel is. Én azt gondolom, hogy azóta már a felvidékiek itt Dél-Magyarországon is beilleszkedtek az itteni magyar társadalomba. Ennek a társadalomnak a szorgalmas, becsületes tagjai, viszont sem ők, sem az itteni lakosság nem felejtheti el ezeket a történelmi traumákat. Az idei év különlegessége volt, hogy a megjelentek a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójára is emlékeztek. Éppen 100 esztendeje lesz annak, hogy aláírták Trianonban a gyalázatos trianoni békediktátumot. Országszerte, sőt az egész Kárpát-medencében, bárhol, ahol a világon magyarok élnek, megemlékeznek erre a történelmi dátumra. Azt gondolom, hogy nem csak Trianonra kell emlékezni, nem csak a 100 évvel ezelőtti eseményekre, hanem az eredményeinkre is. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője arról beszélt, hogy a kormányzaton belül végzett idén 10 éves nemzetpolitikai munka legfőbb célja választ adni a magyarságot ért 20. századi traumákra. Hogyha az elmúlt időszakra gondolunk, én azt gondolom, hogy a magyar kormány mindent megtett annak érdekében, hogy Trianonra tudjunk méltó választ adni. Beszéltünk itt akár a kettős állampolgárság megteremtéséről, akár a nemzeti összetartozás napjának a törvénybeiktatásáról, akár az új alaptörvény elfogadásáról, vagy pedig arról, hogy minden magyar állampolgár attól függetlenül bárhol éljen a világban megkapta a szavazati jogot. Én úgy gondolom, hogy a békés nemzetegyesítésnek a folyamata megindult, és ezzel hozzájárultunk ahhoz, hogy bár nem feledhetjük Trianont, de ezzel együtt élve mindent megtegyünk annak érdekében, hogy a magyar nemzet a 21. századnak a nyertese legyen.